Ez komoly volt, tesó, jót mentünk. Ez hatalmas rakás volt amúgy. Nem merem megkérdezni, mennyi erre egy fényezés, bazd meg. Hát ez nagyban függ attól, hogy ezt hogy akarják besorolni. De hát ez az! Figyelj, a prémium autókra, amiket bitcoinból veszel, 5000 dollár minden szintű fényezés. Jézus Mária! 5000 dollár, mindegy, hogy gyöngyház, vagy főfényezés, bármilyen fényezés, az 5000 dolcsi. Hát városi figyelj. Autókra nem hinném, hogy egy ezresnél több lenne. Na majd meglátjuk, majd kíváncsi leszek. Csak hát ugye ez főleg attól függ, hogy most... De mondjuk szerintem meg tudják mondani a izéknál, mechaniknál. Na majd ránézek majd szerintem. Lehet, hogy még ma. Milyen szint akarsz adni neki? Hát figyelj, gyöngyház, mindenképpen gyöngyház, lila-fekete. Adogatom. Azt szerintem nagyon komolyat menne. Én is azt akarok, egy fekete alapot és piros gyöngyházat a férkónak. Ja, olyan van a Lada. A Lada, ugyan az, mint a Lada, csak nem az... tudom, hogy néz ki neki, de majd meglátom. Ez a Ferrari-nak? Aha. Hát én arra klasszik Ferrari pirosat raknám, tesó. Az a baj, megnéztem klasszik Ferrari sárgát, pirosat. Sárgát. Nem áll jól neki az alapszintes. Nem. Damn. Nem áll jól neki az alapszín. Nagyon ilyen fakó vagy, nem is tudom, hogy mondjam. Olyan semmilyen se, tudod. Ja. Vagy még ez is jól áll neki, mint ami ezen van. Ez a sötét sarga? Hát lehet, hogy nem, lehet, hogy mégse. Aha. Fasz tudja, megnézem majd igazából. Jöjjön pénz valamennyi egyelőre, mert most mondom, 400 dollárom van. Ja. Az komoly, tesó, adjak kölcsön amúgy. Ja, ne, nem kell, de úgyis. Oké. Kiha, be tud zárni ezt a kocsit, ugye? Persze. Berakom egy picit ide ezt a stukit. Jó, nyugodtan, tolod. Na, Muti, miből élünk, mert annyit láttam csak, hogy itt van egy csomó ember, meg hallottam a hangodat benne a stávszobában, mondom, akkor menjünk is innen a faszomba. Ja, ez itt crazy szokott lenni amúgy, most éppen chillva, hál' Istennek. Hál' Istennek, majd ne aggódja, nem sokáig lesz. Van még azért itt cucli. Hú, basszátok meg, gyerekek, azért vannak árak, azt megmondom. Egyéb nincsen semmi se. Bejöttek, tesi? Gyere, persze, ne bohózkodj, persze. Na, figyelj csak, azt tudod, mit kéne megnézni? Adok egy cippót, be tudod rakni a raktárba. Csak így simán, hogyha így odaadom. Biztos, hogy nem. Olyat én nem tudok. Az csak... Menne? Persze, itt csak hivatalosan lehet minden, itt minden össze van kötve, meg, itt az IRS-szel, persze. Figyelj, kirabolni az embereket, elvenni tőlük mindent és berakni a boltba. Az nagyot menne, tesó, igen. Mit menne, hülye vagy? Jaj. Jackson Energy, abban azért fogyott, bassz. Hello-ka. Lakatos letette a buksiat? Le. Jó van. Na, de fasza ez a kis hely. Ja, rendben van. Nagyot megy. Kis izé, krumpli, de kiszorva mangóval, citrommal, bolond ananászok. A figyeld, profit van egyébként. Kukoricát belfődugni a valagadba. Van profitelen. Hát úgy óvatosan, most éppen több a kiadás, mint a profit. Most 5000 dollár a bevétel és 5120 a kiadás, tehát hogy nagyjából úgy egálba van. Nagyjából. 367, igen. Ha így visszafogod azt igen. A pénzt, amit adsz, akkor valószínűleg nagyobb profitjaid lesz. Igen, az biztos is, úgyhogy szerintem azt fogom csinálni, most rakok ki. Most van kint egyébként egy meló. Na mindjárt megnézem. Dolláros. Azt akkor, azt nem, azt törőd ki. Azt törőd ki és rakja ki valami 80 vagy 100 dolcsért. Szép csinálja valaki. Ja. Hát az lehet itt van lerohadva a kocsi, csak kivett, azt megszopatom. Lehet. Na majd az visszaáll. Ilyen 1 dollárost, ha kiteszed, az tökéletes. 1 dollárost? Aha, tehát most... Azt minek már nekem. Hát nem, mert nekem pénzt adjál most azért, mert tényleg szívességből izél. Akkor várjál, akkor... Ja, amúgy jogos nekem se kell többé kirakni. De ne csináljátok már azért, na, 50 dollár azért mégiscsak van. Nekem ebből bevételem van, srácok, meg bóckoljatok már. Tiszteletem, szép jó napot! Szép jó napot! Tudom ajánlani az Ellen Steak-et, nagyon finom, nagyon jó. Esetleg egy jó AGOG Orange Juice, az is nagyon fincsi, nagyon tiszteletem. Jó. Tiszteletem. Olyan szinten megtelít, életedben nem láttam még olyat. Beismerek egyet, figyeld. Ellen Steak-et be is nyomok. Azt nagyon kell a testedbe, hallod, isteni finom.
A nulláról is megfekít, érted? Úgy mész tőle, mintha nem lenne holnap. Finom, médiumre erre meg van pakolva, nagyon komolyat megy. Áj, de finom. Mondtam én, a legjobbat megy. Á, köszönöm. Csak ajánlani tudom. Magája volt? Nyet, egy nagyon kedves barátom mi a bolt, csak az a baj, hogy már csak nála ajánlok, mert ő tudja, hogy mit szeretik, és mindig úgy fűszerezi. Akárhova elmegyek, van az a Cordon Bleu-s bolt valahol a városba, hát az nem jó már, nem elég finom nekem, tudja? Értem. Da. Szép jó napot! Szép jó napot! Vásároljon kedvére, nyugodtan! Köszönöm! Na! Na srácok, én véletlenül megkezdtem egy melót, úgyhogy az ott van, akkor szeretnél lenyomom. Ja, nyomjad akkor. És kiraktam kettőt akkor. Jó, akkor nyomjuk okay, majd. Okay. Akkor arrébb veszem a kocsit. Akkor te vedd ki elsőnek. Oké, és veszem mindjárt. Viszem a csiót. Nagy bolond csiókat. 1.75 Coca-Cola. Mi van ezzel, ki kell menni a bánatba? Na, besegítünk el ennek srácok. Érezze a törődést. Menjen neki a bolt. Nem mondod, én ilyen szürket kaptam. Piros a furgon, egy mérföld. Jelen neked mennyi? Jó, sokáig jutottál, bazeg? Na, érkezünk, száguldunk. Mintha nem lenne holnap. Hova? Ide. Aha. Figyeld a... Jövök, megyek. Oda néz, hopp. Hopp. Azt már visszük is vissza. Be magától csukódik, vagy hidraulikás, vagy a faszom tudja, hallod? Konkrétan önműködő. Így kell ezt szépen mondani magyarul. Az ajtó, az én ajtóm az már nem az. Hát annak azért kell egy kis erőszakolás, de... Csomagtér ajtó, hallod? Gond és probléma nélkül. Nyitsuk. Mondjuk azt, hogy távirányítós. Ha mi a pálya? Bocs! Ja, megint semmi, meg kell tálnom pisálni. Királyak vagytok, én még 6 mérföldet megyek. Tiszteletem! Szép napot! Jó minden? Tisztelet, szép napot! Persze! Szárgyanak be, vásároljanak, nagyon finom melengszék, meg ilyen varázslások vannak. Persze, mindjárt benézünk. Ó, szuper, mindjárt benézünk, köszönjük! Üdv ismét! Ciao. Mi újság? Hát kicsit bepakoltunk el ennek ide a boltba. Hoztunk egy kis anyagot. Jó. Hello. Sziasztok. Ti jártok már nálam amúgy? Nem, még nem, de azt mondta ellen, hogy itt vagy a közelbe. Itt vagyok, ja, itt vagyok. Megnézitek? Meg, persze, hogy nem. Ugye, itt vagy odát? Itt vagyok, kápi, legyen nálatok. Az komolyba vagy. Hogy azt itt már, hogy bevásárlok. Nem tudom, kiadóak lesznek egy idővel. Azt akarom megoldani egyébként itt a városvezetőség, hogy több boltod is lehessen, mert azok egyelőre csak egy lehet. Az ciki. Az úgy nem jó. Nem. És hát... Nem tudom ez, hogy éri meg nekik. Most értetted. Nincs elég passzív bevétel. És hozzád is rendesen szállítani kell? Lehet, persze. Azt a jét szalzat. Csak valaki vigyen már be a kórház. Persze lehet. Bazzeg, megyünk mindjárt, érted? Ne haragudj, faszi. Szerintem balesetezett a faszi. De te halljátok. Jó. Ohló. Miért vagy bazzeg? Még egyszer, hol vagy? Móló! Azt mondta Móló. Menjél. Tampark! Itt menj föl. Hát, vagy ne. Itt nem fogsz tudni fölmenni, faszi. A végül is így is van nekem. Megoldott lazán, faszán látom. Hol van? Menjünk föl. Az útra, szerintem. Ott van, bal oldalt. Jézus, faszabazz még. Faszi, mit csináltál? A kurva életből. Jaj, jó vagyok, csak szétülök, bazd meg, hagyj üljek már be. Jézus fasza. Úristen. Gyere, kinyitom neked. Kösz. Mi a fasz történt, bazd meg? Gyere, vidd el kórházba, intézem ezt a szart. Hallod? Menjél kórházba vele. Hol a kórház? Mit tudja a faszom?
Hát basszátok meg. Kitoljuk innét. Azt akarom megnézni, hogyha beleülök, akkor mutatja nekem is a munkát. Nem tudok beleülni. Aha. Ez kurva jó. Ez ciki. Full TK-gép. Ennyi. Hát szerintem ennek kampó. Jó, hát lespurizunk igazából szerintem. Szevasz öcsém! Tisztelet! Elvigyelek? Ó, léci, hogyha ledobsz ide az izé füvesbolthoz, tudod. De másik oldalról. Szállítás. Másik oldalról, bátyja. Most szállt át. Na. Nos, Istenem. Merre? Mi az a bolt? Van itt bolt a amúgy, bátyja? A füvesbolt, ha nem vágjatok. Hát én nem vágtam. Nagy komoly ízű füvet lehet vásárolni, meg cigikéket, meg ilyenek. Á, nem dohányzom, undorító szokás. Nem, hát pedig ja, nincsen abban semmi se. Csak nincs a zsebedben 60 szál cigi. Jó, hát 95 van, de most Istenem. Ja. Mi van abban? Na, spasziba uraim, mennyibe tartunk? Hol van itt bolt? Ahol semmibe. Itt. Akkor Isten fizesse meg, szokták mondani. Akkor úgy legyen, Isten fizesse meg jó szokásokat. Viszlatba? Hello! Hello! Meggyüttem, Gecó. Na, ho! Kórházba ellent. Yeah, mi a fasz történt? Ja, szerintem belement valami árukba, vagy a fasz tudja. Na, ja, ez a kis üzletem, ja, itt is lehet ugyanúgy, izé, melókat feltörök. Persze, töltem, mint az állad, hogy hál' Isten. Itt lekopogom, de hogy jó megy. Bolond füves brownie-k, meg ilyenek, bongocska. Tudom, mit próbálj ki? Na, próbáljátok, srácok. Füves brownie-t, ez mindenképpen. Az nagyot rak? Nagyot rak, laktat negyen, és amúgy egész jó, kis hatása van. Igen. És a jointoknál Next Dimension joint. Next Dimension? Azt próbáltam, tesó. Nem, azt próbáltam, köszönöm. Hát többieknek vihetnél. Nem kérek, köszönöm. Ez a vallatni lehetem. Konkrétan megfog, széthúzza a seggem, és belővölti a himnuszt. Azt konkrétan, de utána még vissza is jön a szózatba. Biztos lehetsz benni, bazeg. Az nagyon veszélyes egyébként. Nagyon para. Amúgy a szivart azt nagyon szeretik. Képzeld el, az egész százas szállítmányokat kell vinnem. A szivarkát azt szeretem én is nagyon. Szivar nagyon jó. Bolond kis szivarka. Csak az egy bajom van, hogy összességében nem éri meg annyira, mert nem így sokkal tovább, mint a cigi. Ja, de amúgy azért veszik sokan a izét, a dobozt. Ja, a izé David Offot. Igen. De azért látom, komolyba tolod, van kettő eladó egyből. Persze, minden. Nem nagyon komoly. Persze. Imádom amúgy jó kis bolyba ezeket. Most 10 napja van nálam körülbelül, 11. Ezt és mennyi pluszba vagy? Figyelj, úgy kell, $5000-ra kezdtem. Hát 5000-et raktam bele. Ugye nyilván az nem elég arra, hogy az egész polcot feltöltsem, mert most, ebből, tehát ebből ami jött profit, ezt én visszaforgattam, és így lett most már egy full polcom, tehát most már van mindenből. Plusz van még 18000 profitom, mindez 10-10. Ez kurva jó egyébként, teljesen patika. Hát ez nagyon jó. Pedig nagyon aztán azt gondolná az ember, hogy annyira nem dohányoznak sokat, de egyébként rengeten szívják. Rengetegen, meg már csak fanból ide jönnek, tudod, mert szoktam így hirdetgetni, ezt ilyen kisebb, hát meg szerződésben vagyok például az izéval, ezzel a Bahamas-zal, mi a fada, és szoktam szállítani, autóiskolába szoktam szállítani. Az teljesen jó vicc, ez bolondozó. Autós iskolába viszed a nagy cigiket? Dehogy, izé, ide jön mindig a csávó, aztán visz, mondom, 100 darab, vagy szállítok 100 darab kubai szivart, 100 darab Davidoffot dobozba, meg hát a faszom tudja, meg cigit. Az összes cigiből 50 darab. Az nagyon király, hülye vagy. Meg léghidegből. Hogy ne? Nagyon jó pénz, figyelj. Na, füves brownit vettem a srácoknak, majd megkínálom őket. Ezért mondtam az Ellennek is, hogyha izé megy ráér, itt a városban, akkor jöjjön ide, ezt összebeszélni, mert amúgy itt geci jó cuccok vannak. Figyelj, az ő nála is vettem egy izét, bolond már bólót is. Figyelj, ő nála van ez az Ellen steak, hallod, ha nullán vagyis úgy megpakol, hallod, egyből jó leszel. Furra, teljesen, izé? Nem tudom, Áfa. Nyilván nem voltam teljesen nullán azért, de azért már kurva kajás voltam, és telibe megpakoltam. Figyelj, én voltam ott, és néztem, bazd, mert mondom, $25, mi a fasz? Hát nem véletlenül. Ja, hát én. Hol állsz amúgy? Pont ezért. Á, Easy Ellennel jöttem a pontiakkal.
Ja, itt van ő is. Hát ő van most kórházban. Ja, még kórház, ja. Még kórház. Én pont ott állok a izé bolt mögött, pont ezt néztem amúgy. Nem értettem ezt a nagy hype-ot itt az új 7-Eleven Z körül. Nagyon még most se értem. Ezért van itt ekkora hype az, mert ellen megjelenik, azt egyből ott van az összes Hoki Gyuri. De engem csak ez az egy zavar egyébként, geci, hogy konkrétan ilyen hétköznapokban így fenn vagy a városban, érted, nagyban tök chillben lehet lenni, meg minden. És akkor hirtelen megjön az ellen, érted, és akkor hirtelen cunami. Az bizony cunami, ne tudd meg, bazzeg, azért amikor mi megindulunk valami okosságot csinálni, hát a két kezemet össze kell tenni, hogy minden összejöjjön, ha érted, mire gondolok. Hát igen, tudom. Vagyis hát nem sejtem. Egyszerű, nem egyszerű ez. De hát mindegy, jó szárni bele igazából. De figyelj, már téged láttalak izén is, Instán is, lehetséges? Figyelj, várjál, mindjárt meglesem. A Pablo néven talán, vagy nem is? Az vagyok, az vagyok, az vagyok. Láttalak én izé, sztoriban nyarakosgattad, két bolond Rolls Royce-ok, meg izék. Ja, van most három kocsim, van ugye a Royce, és hát amikor egy aktívan szoktam járni, ez egyik a Royce. Tessék bekövetni, srácok. Az egyik ez a, tudom, most itt van a házam, itt az narancssárga BMW, amiben voltatok ti is. Igen, igen, láttuk. És harmadik, meg egy RAM. Aztán azért egy pacekbe egy el vagyok. Teljesen patika. Ramokat nézegettem én is egyébként, azt izét vettem terepjárónak inkább, egy Jeep Gladiator-t. Amúgy ez se rossz. Nagyon nagyot megy, vicces, bolondozol. Hát azt se tudják, merre vannak arra. Az baj a RAM-mal is. 252-60. Az RAM-mal is az a bajom úgy, hogy bitcoinos. Ja, ismerős. Ja, igazából az összes kocsim az, meg most a bolt is, meg a faszom, hát már... Faszom ki van. Na, amúgy izé kontaktot cserélhetnénk. Hát dobom, várjál csak. Te szoktál városba lenni, vagy vasárnap, szombat? Hát, nagyban függ attól is, hogy melózok még másik városban, de egyébként jaj, ahogy tudok vagyok. Hétköznapokon nagyon, nagyon szétszórva. Hétvégén általában vagyok. Ja, ugyanígy. Ja, meló, hát, másik városban, meló miatt persze, azért szopó kicsit. Átküldtem. Azt mondja, Nikola. Da, így van. Orosz fagy, jó hallom? Da, így van. Várjál. Most mondanám, hogy orosz vér van bennem, de te soha nincs, tehát... Hát most figyelj, én nem haragszok, érte? Figyelj, most van amúgy, nem tudom, szoktad-e nyomni a Tindert? Várjál, hogy mentsenek? Nikola, milyen Nikola vagy? Hogy mentsenek? Nikola Volosaki, de jobban jársz, hogyha keleti blokknak mentesz el. Jó, oké, várj. Keleti B. Így. Na, mit nézzek, Tindert? Figyelj, őszinte leszek. Tinderen van egy olyan orosz pina, hogy a szív leszakad, a máj meg megindul. Hát ez miért, ezek a... Ez csak a tiéd, nem? Hát azt hittem én is, aztán nem igazán. Vagy nem húzott jobbra, vagy nem használja a Tinderét a sok. Én ránéztem egyszerre Tinderre, de... Vesz meg, 90%-a a lányoknak elvileg az pasi, bazd meg. Az ciki mondjuk. Figyelj, hát... van az az izé Garé, aki Instán is nagyot megy, mi a faszom a neve, várjál. Ivy. Yeah, ez igen. A fehér hajú bigé. Igen, azért igen, az igen. Nagyot megy, hallod? Az szerinted mennyi jobbra húzása lehet? Az összes. Ez ami konkrétan. Ki jött ide? Hát a fasz tudja. Néha, Bentley. Nem gyenge, bazeg. Bolond kis izé. Hogy mondják azt szépen, nem kupé. Hát, tehát... Mi a fasz? Cabrio. Cabrio, az a kurványát, nem jutott eszembe. Ezt többiek meg izében vannak? Kórházba? Elmentek kórházba, de nem. Valami nagyon nagy para lehet amúgy, hogyha ez izé eddig eltárt. Ezt nézem, bazdmeg. Azért már egy 10 perce kirohantatok az üzletből. Ja. Nem is ér, el is rántottam egy jó jointot, bazdmeg. Hát mondom, mi a fasz? Ja, el kell nyomni ilyenkor. Most ez szerinted mi a faszra vár? Őszintén? Ha tippelnem kéne, akkor elerre, ha nem, akkor nem tudom. De jogos amúgy, bazdmeg, most hogy mondod. Hát megcsörgetem a Ruiz-t, hogy mi a fasz van. Megműtik itt az ellent, az kampó van neki. Ruiz, ő az, aki benn volt mellette? Igen, a másik fekacsávó. Fekalko tesó, hát ez csak tesó lehet. Hát nektek ez tesó, ezt vágom. Hello! Hello! Na mi helyzet van? Most kísérik ki éppen a pihenőszobába. Jézus, mi a fasz? Már jobban van. Megműtötték, bazeg. Nem. Csak röngenezni kellett, meg Jézus, ilyenek. Jézus fasza te. Jó drága lesz neki. Az. Jó van akkor. Akkor mindjárt itt vagytok, nem? Ja. Oké, és hello. Hello. Eddig még röngenezni kellett, vágod? Mennyire nem kellett röngenezni? Mennyire nem kellett volna meg röngenezni egyébként?
Azaz. Aztán azt úgy vágod-e, hogy ezért, honnan szerezte ezt a 7-Eleven-t, ezt a boltot, vágod-e? Nem hát figyelj, én őszintén még Ellen előtt idejöttem boltba, mondom, jövök vásárolni, ez pont megérkezett. Aztán így pár szót beszéltünk csak, meg pár mondatot, hogy így mi újság, meg faszom tudja. Aztán bemutatkoztam, mondtam, hogy itt a szomszédok vagyunk, üdvözöltem. Aztán így nagyjából ennyiben maradt a beszélgetés, meg kontaktot cseréltünk, aztán megbeszéltük, hogy majd akkor eljön hozzá, meg adok neki kóstolót, azt mondta, hogy ő is nekem. Aztán eltűnt, aztán ürtem neki üzit, mondta, hogy ma lehet, hogy nem jó, bár aztán ennyi igazából. Na vágod, ez úgy volt, fogta magát az ipse, bement a mi a faszomnak hívják azt a nagy épületet, ahol van a miniszterelnök. A városházába. Igen, bemegy az ipse, azt mondja, hogy kéne neki valami ízé, meló, valami kis hasztól vágod. Azt mondta neki az elnök, hogy oké, és itt ez a 7-Eleven, ha leadja a 10%-át a bevételnek, akkor megkaphatja. És ez egy lánc lesz, vagy ez mi lesz pontosan? Elvileg igen. Wow. Durva amúgy nagyon. Nem tudom amúgy. És hogyha tényleg láncok lesznek, akkor mondjuk nagyon remélem, hogy én mondjuk az LD shopomban nem csinálnak egy láncot, vagy ha abból több lesz, én szívinfarktus kapok. Á, nem hiszem, figyelj, hát most figyelj, az viszonylag régóta azért ott volt a város közepén vágod. Hát ez a város közepén volt, ja, igen, ja, csak de hát aztán, az most izé meg is szűnt teljesen, úgyhogy szerintem nem lesz ebből nagy para. Megszűnt, hát ugye leköltözött, de amúgy para volt, mert ugye én nem izén keresztül kaptam meg. Én azt e-mailben meghirdették, tudod mit mondok? Vágom, persze, emlékszem. Aztán hát körülbelül ilyen 2 percet ide rohantam, hát mondom, ez nekem kell. Aztán már öten, hát persze, aztán már öten itt voltak, bazzeg, érted? Azt mondom, engedjetek előre a faszomba. Az volt a szerencse, meg itt a balettemen volt izé bitcoin. Azt nem kellett vennem bitcoint, érted? Fú, az nagyon nagy mag volt amúgy. Itt van ugye nekem a tiéd, a másik BMW, a szürke. Nem, az a Ruizé. Na, van ez a BMW ugye. Nagy felindulásból megvettem, mondom, tök jó, tök fasza. Aztán erre még ráköltöttem egy full toolingot természetesen bitcoinból, meg még akkor az egyedi rendszámot, szerinted? Milyen egyedi rendszámod van? Akartam én is nagyon. De nagyot mész! Persze, lucky. De csak a lucky. Mész. Figyelj, akartam izé egyedi rendszámot a Ferkóra, aztán annyit láttam, hogy nincs is rajta rendszám. Garázsban volt? Mármint? Ne, konkrétan nincsen rendszám a modellen. Az mondjuk... Hát egy imád megér, hát, vagy nem is kéne? Intéznem. Hát engem nem zavar, de valószínűleg intéznem kell majd egyet, mert nem láttam még a városba egyet se. Azt lehet, hogy nem ellenőrizték le, hogy nincs. De az melyik Ferka pontosan? Az a 812 Superfest. Jó, de szép az, ez mondjuk. Az nagyon nagyot megy amúgy a gép. Figyelj, most full tuningos, nyilván izéből, bitcoinból. 350-360 kényelmesen. Így, ezek a kékek meg kell. Kékek? Mármint a rendőrök ott voltak? Nem, rosszabbak. Az izé, Eclipse? Azaz. Kurványát. Egyszer találkoztam össze velük, de egész normálisan elengedtek. Nem mondod. Ne, figyelj, nem volt van egy para igazából. Pont azt hiszem izébe voltam, tankolni voltam. Aztán megálltak ott mellettem, kérdezték, hogy mit csinálok itt, mondom, tankolok éppen. Aztán gurultak is tovább, de nagyon sietve, úgyhogy lehet, hogy izé veszekedtek itt a rendőrökkel, vagy valami volt. Túszoztak, vagy a fasz tudja. Sőt, nem, kétszer is összefutottam velük. Nem, figyelj, nincsen veled baj, szerintem elmesélem neked, mi is éppen túszoztunk. Aztán itt voltunk pont kint. Itt szedegesszük össze a túszokat, és akkor beáll elém a motorral, a jeep elé a motorral. Most szerinted mennyire hátott meg? Azt mondja, szálljak ki a gépjárműből. Mondom, figyelj már, mondom, rakják még egy lukat a fejedre, vagy mi legyen? Fogott rátok fegyvert? Fogott, persze. De ketten ültünk az autóban, mind a ketten pisztolyjal. Hát akkor mondjuk az úgy jója. Jók voltunk, figyelj. Hát most leléptünk viszonylag hamar. Meg nem tudtak elkapni, mert izé, jippel fölmegyek a fűre, meg a faszom tudja. Hát jaj, ők meg nem nagyon tudnak motorra. Nem. Azt imádom amúgy, mazeg, elmegyek vadászni a Ramomba. Ezt akkor random valami kis izé, cincogi jön, és akkor mazeg ilyen... Nem, Lamborghini volt, azt hiszem, az meg, ott a hegyekbe ugrágat. Mondom, te mit csinálsz, tesó? Jól érzi magát, úgy érzem. Mondom, ezt így annyira nem. Nem? Nem is értem. Nem, ezt így annyira nem. Nem nagyon. Nem is értem. Nem mi? Nagyon kéne. Ezt nagyon... De mivel foglalkoztok? Nem kérdés, nem akartam pofát lenni, most már egy kicsit belemelegettünk itt a beszélgetésbe. Mivel foglalkoztok? Mit tudtok? Mindent igazából, amiből éppen pénzünk van. Ja.
Amiből éppen pénzünk van. Tehát, hogy ha éppen rosszálkodni kell, akkor rosszálkodunk. Ezt imádom amúgy, bazeg én, és ezt imádom. Pont ugyanezt tolom, és már faszom ki volt az előző életemben, érted? Ja, vágom. Hát most figyelj, ellen is ebben ezt a 7-11 nyomja, van belőle egy kis plusz pénze neki, csak ez tiszta pénz, az meg nem tiszta pénz. Az kell, az a legjobb amúgy. Most ezek az ellenék? A srácok, meg vagyok! Szerintem igen. Hello, ah, jó. Na, már nincs senki, jó. Itt vagyunk, hello. Hello, hello. Cső. Tudok még, jó van. Persze, na, persze. Srácok, beszélgetünk már egy ideje. Köszönet mindenkinek, kurva jót mentünk. Ja, itt vagytok, bazd meg, várjál, arrébb leállok a parkolóba. Mentek el? Én nem tudom, hogy mit szeretne, akkor Ruiz biztos. Ő is megy, akkor engem meg el kell vinni a publikba, mert benn van az vízipisztolyom. Vízipisztoly? Persze, én főhúzhatós, tudod. Az. Jó, van szóval ti is így okoskodtok. Jó, ez ennyi kell. Én is azt csinálom mindig. Tudom, én látok rajta, te só. Nem akarok elköteleződni. Nem is szabad. Egyáltalán nem. Jó van, so figyelj. Nyomjad a boltot. A füves brownit meg majd lehet szólunk, azt elnyomjuk elő. Az. Na, jó, itt az elele, adjál neki is egyet. Adok neki, hogy ne adnék viccel. Nézzél már rá. Nézz rá, hogy jön. Most szerintem ebbe a testbe nem kell egy füves brownie. Yeah. Nem, mennem kell nekem is, az a baj, már itt vagyok órak óta. Na, srácok, szevasztok. Hello. Szarú nézel ki, bazd meg, iszolt a rendesen? Hát, iszok, tesó, persze. Ütköztem akkorát, mint a kurva élet. Jól letéklasztad a gépet. Mi hát... itt már keletivel ellelkizgettünk már minden. Ja, helyes, jól tettétek. Vettem neked füves brownit, kücsök. Jaj, már biztosítottad mellénk. Persze. Oda mellénk a mentős. Menjünk már el a parkolóba, ma tilosba álltam meg. Az beül a hátsó ülésre. Ja, hát tolt mondjuk be. Nehéz elmenni. Na, köszi. Ellen, tolt be ezt a brownit. De azt most biztos nem hallod, én most vagyok infúzió után, tehát összekeveredik itt a szerv, az meg... Nagyon benne amúgy. El is lehet, meg is halok. Kicsit THC a testednek jót ez. Ja, legközelebb rámegyek, az biztos, de... Majd meg most beszélünk, hogy most is. Nem... Ja, easy. Figyeld már, szerinted ő mit akar. Jó van, srácok, jó pihenés nektek. Ja, nélkül pihenés. Én is megyek ellenne, mert nála van. Én is megyek, mert... Na, jó van, easy. Jó van, dumázunk, csöcső. Csöcső. Hát ez is... Istenem. Vásárolgattak, amíg itt a boltodban, amíg nem voltál itt. Helyes, pörögjön csak. Fogyogatott a cuccot. Pörögjön. Majd jó lesz az. Hogy ne lenne jó vicc, ez bolondozol. Ja, vigyelek téged? Jó. Léci, dobja le, mert... A lovashoz jó lesz, nem? Ja, lovas, persze. Jó. Nincs itt kocsim se. De jó hangja van ennek a gépnek, mindig is tűnöm. Ja, nem rossz. Hallod, egy izébe segíts még nekem, aztán mehetünk a picsába. Na mondjad. Egy instafotót akarok még. Persze, mindenféle. Kitaláltam egy kurva jót, figyelj, majd mindjárt megmutatom, nem tudom, most hirtelen majd meglátjuk, de nagyon jót találtam ki. Pont a Ruizzal arra mentünk. Le kéne mosni a kocsit hozzá? Dehogy nem kell, fölösleges. Meg ami van törlő, ja nem, nincs már törlő, mindegy, nem kell. Meg ide odaérünk, már dzsuvás lesz, úgyhogy tök mindegy. A kurva! Aha, jó van. Hát azért úgy éreztem. Hát én annyira be voltam kötve. Szia, jó vagy te, só, bocs? Minden jó? Tiszteletem, uraim, jól vagyok, persze. Biztos? Ebben hál a kis Istennek. Mini autóban nem lehet elfélni. Ne haragudj, bazd meg, aztán menni baj, fogsz. Semmi baj, bocs, meg megcsokod, hát jó vagy. Jó vagy, az vagyok, a lényeg. Jól vagyok, egy kicsit bezongtam. Jó van. Akkor... Szevasz, jó malót. Itartás. Csá, hello. Ja, Istenem, míg már... Míg azt mondja cá. Azt mondja cá. Cá. Cárom, bazd meg. Történt. Jaj. Megcsókoltam kicsit a csávó kocsiját. Kapott egy balhorgot, érted? Most már nem lehet eljutni A-ból B-be a városba normálisan amúgy. Nem amúgy kajakra. Ruizzal is jöttünk, bazd meg, az is olyan volt, hogy majdnem nekünk drifteltek konkrétan. Na, nyomjad. Mi a tervezet? Itt fogunk egy képet csinálni. Ne, de nagy forma vagy! Várjál így, hogy... Jaj, sorry. Jaj. Mekkora átrak a fiú? Álljában, mint hogyha tankolni akarná, bazzeg. Valamit kitálok. Fuck Tesla. Hova mész, bazeg? Hova mész, geci? Jó, ez full szerintem. Ez fulli.
Jó. Jó lett? Mindjárt megnézzük. Oké. Okay. Azok ott áll, hogy fuck. Csináltam róla is. Jó. Majd kidurrantom Instára, izé. Yeah. Fuck Teslas. Azaz. Ú, lettek amúgy nagyon jók, tesó. Csak a V8, ez kell. Lettek jók, jó van. Lettek, mindjárt átküldöm. Na, aztán válogatott te is. Oda elé, telibe. Kicsit majd gyere jobban, jobbra, Ellen. Még egy picit, még egy picit. Oké, és most jó. Right. Oké, és be. Right. Megvan, jó, zsír. Meg. Szép adom. Ezt meg Ruiz, durranss ki te! Az lesz. Ez kurva jó. Na várjál. Tehát mit írjak hozzá? Csak a V8, hogy fuck Teslas? Fuck electric, vagy nem tudom, valamit. Fél, az enyém is V8, tér is csak a V8. Ennyi. De zsibat a lábom, bazd meg azt. Küldjem neked is jelen. Aha, durransd át, persze, én sorryba kicsapom. Let's go, bro. Tessék be. Kösz szépen. Jaj, várjál, melyik az? Megvan. Sok van, bazd meg megint. Ja. Nézem. Nyomogatod. Nyomogatom. Jaj, nem lehet tegelni embereket. Ja, az kar, érte. Akkor durrant volna neked is a kredit a képér. Azt hiszem. Ez a lebegő cigi, ez hatalmas amúgy. A zseni bazd meg, hallod? Az komolyan, az nagyon előtt ment. Most gondolkozok, lassan 4 órája vagyunk. Így van, tesó. Nem négy lassan, már 4:15 konkrétan. Aha. Most egy egész műszak, tesó. Amúgy konkrétan. Hol a fizetés? Az $50, amit kapta. Jogos bá. Ja. Ennyi bazd meg. Ide nem teszed el, ide nem teszed el. Ide sose teszed bele. Na jó van, srácok, hatalmasat mentünk, kösz nagyon szépen. Nagyon nagy volt. Nagyon jó volt. Kurva nagy volt. Még lett bassz vagy gyakorlatilag. Yeah. Na jó, dumálunk majd, srácok. Na. Akkor, hogyha szerdán nem is tudtok a melóba jönni, vagy valami, akkor vasárnap. Meglátjuk, ha meglátjuk. Vasárnap valamit, hát egyeztetünk majd. Persze, hogy némileg megbeszéljük. Yeah. Na jó, legyen egy jó kis szobat is. Jó van, ti is, jó pihenést. Szevasztok. Csé. Na, akkor srácok. Nektek is csak annyit tudok mondani, mint az istéknek. Csak a szokásos. Legyetek jók és szobatiszták. Sziasztok.